A néphagyomány és a könnyű zene jól megfér egymás mellett, ezt bizonyítja a vasárnapi kertvárosi családi nap és nemzetiségi piknik. A sok koncert és színes program mellett ugyanis a Pécsett élő nemzetiségek, többek között a ruszina, a horvát és a cigány is bemutatták gasztronómiájukat, kultúrájukat. Volt zene, tánc és ének is. A nemzetiségi pikniket másodszor rendezték meg. Most már második éve rendezzük, tavaly Uránvárosban voltunk egy uránvárosi nap keretén belül, most meg kertvárosba jöttünk. Idén sajnos augusztus 20-a miatt nem tudott mindenki eljönni. Tavaly minden nemzetiségünk hozott egy kis kultúrműsort, hozott egy kis étket, de most is itt vagyunk öten, vagy öt nemzetiség a 9-ből, akiknek van önkormányzata, és hát minden stadnál valamit vagy itt készítenek, vagy otthon készítették, vagy idehozzák, vagy itt helyben elkészítve majd kóstoltatjuk a megjelent kertvárosi polgártársainkkal. A családi napon az érdeklődők megismerhették az Euraquilo alapítványt is. A Pécsi Tudomány Egyetem gyermekklinika onkohematológiai osztálya, a hét magyarországi gyermekonkológiai centrum egyike, ahol évente 30-40 újonnan diagnosztizált rosszindulatú daganatos, illetve leukémiás gyermeket kezelnek. 2011-ben jöttünk létre, most már azért egyre többen, elég sok rendezvényen vagy ilyen megmozdulásunk volt, úgyhogy azt gondolom, hogy most már egyre többen tudnak a munkánkról, amit is szintén szeretnénk folytatni, de hogy ez ilyen pozitív tendencia. A rendezvényen a hangulatról Zoltán Erika, Gáspár Laci és Kökény Attila gondoskodott, a koncertek között pedig Sárközi Norbert és barátai zenéltek.